Üdv mindenkinek, innen a Bannerlordból Jorak történetét fogjuk folytatni a mai epizódban. Most kimaradt egy-két, hát egy hét vagy kettő a rögzítések között, úgyhogy legutóbbi 29. epizód volt, ha jól emlékszem, és az volt a feladatunk, hogy itt a felső északi területeken Sturgeat számogatjuk fölfele. És olyan tervekkel hagytam abba azt az epizódot, hogy átvizsgáljuk ezt a félszigetet, vagy hát nem tudom, ez nem is félsziget, ez a földrészben nyúlik bele, de hát igazából ez a rész, ez félsziget. Tehát ezt a részt még egyszer megnézem, illetve ide eljövünk, meg kell keresnünk a maradék ilyen sturgeai népet, illetve hát a vezérüket, meg a megmaradt seregeket, és azokat kéne nekem itt egy kicsit megagyabugyálnom. Illetve Epikroteába kéne még elmennünk, mert akkori énem azt mondta, hogy ott be is vagy előve, hogy ott van a healer, akire fájja fogunk már régóta. Úgyhogy, ja, azzal is kéne foglalkoznunk, ezzel a projekttel is. Na, meg hát vissza kell szoknom a játékba, mert most egy kicsit kiestem belőle. Itt mi történik itt egyébként, kik ezek? Deitirvandia, ez egy és be csatlakoztam én is ez a csapathoz, hogy mi a tök van. 93-an vagyunk. Nem, én fosztogatok most szerintem. Azt hiszem fosztogatás ment itt, ja. Ez együtt megyünk igazából, de külön vagyunk. Jó, oké, rendicsek. Az egy csapat. Jó, akkor menjünk be erre fele egy kicsit. Hát, ha összefutunk még itt ilyen népekkel. Itt mi történik itt egyébként? Kik vagytok? Ti is valandiaiak? Ezek mind valandiaiak, itt helyőrségeznek. Jó, elmegyünk arra lefele. Szívem szerint a hideoutot is megnézném, hogy azóta a modom az működik-e vagy sem. Mi történt ott? Hogy megakadt itt a történetünk. Bementem, vár? Nem mentem be. Arra lehet menni, ja. Oké, okay, azért. Elnézünk ide ehhez a faluhoz is, bár ez szerintem itt ilyen ostromféle alatt van, vagy nem tudom, vagy hát nem, már nincs ostromféle, az biztos ki van gyulladva. Hol van ez a falu? Nem látom. Ott van. Oda akartam bemenni. Ja, ott vannak szíréderek. Aha. Lehet vásárolgatni itt. Ó, oh, recruit tops. Vannak katonák? Vannak ilyen varjok. Most nem tudom, hogy nekem kell-e katona. Sturgeon Warrior, ezek kettő van itt. Hát végül is vehettünk föl, pénzünk is van, gondolom, ja akad. Dan, ilyen jobbakat fölveszünk azért, hogyha van lehetőség. Kajánk az van bőven egyébként, és hát itt annyira nem is nagy biznisz vásárolgatni ilyeneket. Megnézzük ezt a menüpontot, ha engedi. Valamit lehet csinálni a katonáimmal. Valaki valahol valamit valamiért. Aha, itt vannak ilyen. Hogyan van a partink nekünk? Mekkora lehet? Ó, van hely. Van hely. Akkor... Ilyenkor miért nem mutatod? Ott fent mutathatnál. 95, az azt jelenti, hogy 5 meg 7 darab. 12. 12 katonát fölvehetünk. Itt van például, ezek dobálózós fajta. 2. Hát ebbe jöhet, ez jöhet, ezek jöhetnek. Akkor vannak itt íjászok. Ott tier 4-es, ez természetesen jöhet. Oké. Okay. Ezek hármasok, szintén jöhet. Akkor itt van egy veterán spearman, ez is jöhet. Most már annyira nem személyre szóló a hadsereg. Nincs lovas egyébként, nincs. Itt van, de nem lehet még fölvenni. Egy recruit van itt. Akkor van ez a 1-es, ez a 3-as, ezeket még fölvesszük. Őt is, expert, what keeper. Na most nem tudom, hogy volt frissítés is azóta, és lehet, hogy változtak az egységek is, meg kell majd néznem. Őt is fölvesszük, jó. A prisonerek azok még bőven jók vagyunk. Ez meg egy ilyen kis nyambat 1-eske. Itt van egy 2-es. Ebből is fel tudunk venni egyet. Megnézzük, hogy állunk. Hogy állunk a seregben. 103, még mindig fér. Hát akkor viszont akkor jöhet az összes recruitok, és hadd okuljanak itt a
ligába. 106, jó. Ennyi, ennyi. És többet nem is tudok fölvenni, mert a következőnél majd ezt is orvosoljuk, hogy legyen még hely. Na. Done. Vagy leave. Oké. Ott oda fogunk bekukkantani. Arra fele elmegyünk. Megnézzük ezeket a szírédereket, mit csinálnak itt. A 5 van benn mindösszesen. Egy 8-as összecsapás az. Vagy hát nekem mind is jöhettek. Ezt a 8-at kéne elkapni, de most már... Ó, pont most kaptam el. Hát ilyen naplementében a tengerparton, jó lesz ez. Legalább megnézzük, hogy a voice izé működik-e. Hát akkor harcoljunk. Mehetne a Sand Troops is egyébként. Ekkora nagy fölénnyel, de hát nem tudom. Adjunk neki tapasztalatot. Hmm. 106-an vagyunk, olyan nagy veszteségek nem lehetnek. Elég nagy a fölény. De ezt azért megnézzük. Nem tudom, voltak-e ott lovasok vagy ilyesmik. Meglessük, hogy hogy működik a voice. Voice Lord. Army. Nem nagyon jelöltek őket. Warriors. Shield wall. Make a shield wall. Warriors. Infantry. Move. Forward. Horse archers. Horse archers. Charge. Attack. Hol vannak az íjászok? Archers. Archers. Bowman. Move. Move. Open formation. Loose formation. Nagyjából működik. Wow! Ne bökködjél! Haha! Sokat nem tettem hozzá a csatához, de legalább működtek a parancsok ebből, már úgyis régen használtuk. Ez az szép volt. Mekkora csapatom van, hihetetlen. Na jó. Vannak még túlélők, vagy mi történik? Na nincsenek. Jó, nincs veszteségünk, szuper. És leveszem a fülemről a kiabálást. Valamennyire így, oké, na. A Sea Raider, Sea Chief, ezek elég jó katonák voltak. Mindenképpen elvisszük ezeket a rabokat. A pénzt azt megint nem tudom, hogy mennyi volt. Ezt mindig elfelejtem meglesni. De valamennyit biztos kaptunk, és akkor vannak itt ilyen dolgok. Sőt, van itt egy 647-et érő dobálózós történet. Ez is mind jöhet. Nem is tudom, hogy állunk most a vackokkal. Biztos van egy pár, mindjárt megnézzük a kardok izék, oké, okay. Itt vannak a fegyverek, ruhák, hát van egy-két göncünk egyébként, vannak ilyen sipkák, mindenféle lovaink is vannak, nem kevés. Meg némi kajánk is akad, jó, szuper. Ez megvolt. És kinyírjuk ezt a tízest is, elkezdjük üldözni. Kipucolom. Hova megy ez? Te jó ég, de gyors, ez a gyalog van, na elkaptuk, oké. Okay. Meghalsz. Vagy fizes. Nem fizet, de fizetett. Mennyit fizetett? 481-et fizetett. Oké. Okay. Megijedt a hatalmas roppant seregemtől. Odaadta az összes kajáját. Azt a mindenit. Ja, azt hittem 39 van, nem. Egy darab van neki. Nem sok kajájuk volt, de ezt mind odaadták. Így korrekt a történet. Jó, rámozdult itt közben a társunk is. Tej. Gunnery klán tagja, Ospir. És rámozdult erre a történetre. Na mindegy, menjünk vissza, akkor ezt a hideoutot nézzük meg. Na, hova jön az? Ja, elment egyet Ospir a kis izébe. Megvárjuk a támadást, megnézzük, remélem működik még az a mod, nem öregedett ki. Verzió számügyileg a történetből. Meg hát talán tényleg csak öten vannak. Ó, működik, szuper. Hát miket vigyünk? Viszünk légionáriust 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, meg a
Valami jó íjászt viszünk. Hol vannak a jobb íjászaim? Ezt a crossbowment ebből viszünk. Egyet, kettőt, hármat, négyet. Így korrekt a csapat. Done. Jó, ez működik nekem igazából, ez egyelőre elég. Hogy ez jó. Uno sorozatát nézem most a Bannerlordból, és most bepakolt egy csomó modot. Tök jól működik is neki. Hopp, ez gyors volt. Ezek ennyien maradtak. Hát akkor ez... Én így nem állok ki ezzel a nagy kaszámmal, úgyhogy az lesz, hogy don't fight. Valamit beütöttem a tömegbe. 2, 4, 6, 8 megvan mind. Nagyszerű. Sokat nem tettem hozzá, ezáltal nem is kaptam semmi különösebb pontot, de... Megvan. Ezeket is elvisszük. Kaptunk valami kis pénzt is, talán influence pont is nőtt. Ja nem, nullával. Nullával nőtt, és így lett 9. Nagyszerű. Ja, hát itt vannak ilyen pajzsocskák, ez az. Oké, ezt kiürítettük, ezzel egy kicsit benépszerűsödtünk biztosan. Errefele valami. Ide már nem lehet jönni. Idáig lehet jönni, jó. Ide nem lehet. Oké, hát akkor most ide akarok jönni. Úgyhogy ide lovagoljunk így septibe, vagy mit tudom én, hogyan tudok errefele kell eljönni. Az a rész az totál üres, azt kipucoltam. Megnézem még itt az alvégeken van-e valami. Ide nem lehet jönni. Nem bujkál le itt valahol egy nemes. Ide is benézegetünk, nincs olcsó kaja. Boy Products. 16, tehát ennél olcsóban is lehet venni, meg most azért el vagyunk látva ilyen téren, tehát nincs ezzel gond. Ebbe az erdőbe be lehet menni? Ó, be. Itt is lehetnek még dolgok. 261 a mínusz a kiadásunk. Jó, hát itt azt hiszem nincs senki ezen a részen. Akkor ennyi volt, de hátra nem tudom, bár ide lehet, hogy be lehet menni arra fele, megnézzük, ott egy paraszt. Ide még elmegyünk. Nincs itt valaki, oké, ennyi. Akkor ez a rész, ez ki van pucolva, itt biztos, hogy nincsenek a nemesek. Most eljövünk a, itt erre fele, mert biztos, hogy észre kell vegyük, hogyha ott van valami. Arra ellovagolunk, és hogy megy a pénz, oda néz. Mondjuk van, de nagyobb csatákra van szükség. Opp, stop. Stop. Az ott mi az? Egy sturgiai klán. Azok ott mit csinálnak? Kivel harcolnak? Itt is van egy. Aha. Ez 20-an van. Én ezt fogom elkapni. Ez az. És nem húztam be különösebben senkit, csak egyet. De ezeket most elkapjuk. Nincs mese. I have changed my mind. Na, legyen akkor a harc. És akkor, hát nem a Sand Troops-szal fogunk menni, mert eléggé nagy a fölényünk. Kár, hogy behúztam ezt a másik landiai csapatot, ezekkel simán elharcoltam volna egyedül is, de mindegy. Legyen így, akkor kicsit nekihagyjuk a veszteségeket majd. Warriors! Infantry! Move! Move! Shield wall! Form a shield wall! Archers! Bowmen! Move! Forward! Open formation! Horse archers. Mounted archers! Charge! Attack! Csak vannak még a másik. Riders! Riders! Soldiers! Move! Forward! Hmm.
Na, rossz fele lövöldözök. Azt lelőtték, hopp, arra fele. Nem találom el. Horse archers. Charge. Hol van még ellen? Eltaláltam. Kettő damage-et bevittem neki. Neki azt az egy szerencsétlent űzi ottni. Na meghalt. Most lett vége a csatána? Hát sokat nem tettem hozzá, de talán kapunk érte dolgokat. Megnézzük, mennyi pénz esik. 110 gold, meg egy pajzs. Jó. Oké, hát most, ja, szerintem... Jó, megyek tovább, mert itt még a, lehet, meg a félszigetnek, vagy hát nem is a földrésznek azon a részén még lehetnek. Nem tudom, ez ki volt itt a fővezér. Ebben azért van gabona, ide benézünk, most már nem éjjik legalább. Hát, ha itt olcsó a gabona. Nem mondanám olcsónak. Koránt sem. Na nézzünk akkor el errefele. Oké, itt vannak ilyen katonák. Hát ide be lehet még nézni, de nem hiszem, hogy akkor itt lesznek. Te mit csinálsz ott? Hopp, Androsz serege. Az egy komoly sereg. Hopp, 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 nem 15-özünk ide, beszorítjuk. Elkapta izét. Az enyémeket. Na, ez jó lesz, mert ez körülbelül ez egy karaván, ez pedig egy sztörgiai aljas kis izé. Nem, megvárjuk, amíg megtámadja a karavánt. Aztán lépünk közbe. Karavánban is vannak 50-en, adok se gyengék. Nem fogja utolérni, ez a baj. Ezt a csapatot. Milyen gyors egyébként. 4-3. 5-4. Mi azért gyorsabbak vagyunk. Követjük. Követjük a 117-est. Elkapjuk. Jó, akkor megpróbáljuk. Ez egy kicsit fölény, de megpróbáljuk elkapni. Lehet, hogy itt beégünk először. Jó, mindegy, menjen. Oké, és attack. Nem valami ideális a terep, legalábbis így a térkép alapján, de majd meglátjuk. Ó, de ideális. Warriors! Move! Shield wall! Make a shield wall! Archers! Move! Open formation. Stand apart. Riders. Footmen. Move. Forward. Horse archers. Horse archers. Move. Move. Oké, ez így jó lesz. Az ott meghal szerintem, így van. Jó, azoknak nem sok esélye van. Oké, maradunk ezen a részen, mert a warriorokat itt irányítani kell majd. Azokat le fogják íjazni a horse archerek azokat ott, jó. Arra tendált a sereg, az nem jó. Oké, azok meghaltak. Horse archers! Horse archers. Mounted archers! Move! Forward! Vissza kell húznunk a sereget errefele. Horse archers! Move! Archer! Így jobb, oké. Okay. Be kell húznunk a saját nyilas egységeink elé az ő seregüket. Csak a lovasainkra vigyázni kell. Oké, okay, így jó lesz. Szuper. És kapják a nyilzáport. Csak lassan vissza kell majd vonnunk a... az íjászokat.
Jo. Okay. Warriors. Infantry. Charge. Charge. Okay, ez így jó. Horse archers, charge. Charge. Riders. Charge. Maradtak-e hátul? Nem, nem maradt senki. Azokat kell ott elintézni. Nem találtam el ezzel a nagy kampos botta. Itt még menekülők vannak. Az viszont szép volt. A haveromat fejbe találtam, de nem biztos. Ez meg fölé ment. Vissza kell szoknom a háborúzáshoz. Az megvolt. Az is megvolt, de az még él. Az meg favágás. Kapjátok el. A francba a fáinak, hát ki kell vágni a fákat. Army, charge! Charge! Elvileg lement a háború. Vannak biztos halottjaink, de ez nagy csata volt. Ú, te jó ég. Ilyen sok halott van. Most melyik vagyok? Ja, várjál. De egyedül voltam. Azt a mindenit. 61-en meghaltak! Vagy mi volt itt a helyzet? 13-an haltak itt meg. 110. Ja, sokan meghaltunk. Azt a mindenit. De remélem hatalmas volt a... Azért 126 gold. Elengedlek, persze, mosolyog csak. Fúha, ez kemény volt. Kaptunk valamennyi charmot. Ja, itt lesznek prisonerek, oké. Okay. Ott tudjuk majd tuningolni a csapatainkat. 82, 10... Ja, sérült van sok. Nem haltak olyan sokan meg, nem tudom, rosszat néztem szerintem. 82 troops, 11 sérült, az azt jelenti, hogy 90... Hárman maradtunk. Az 7, meg 14 halott. Az nem olyan rossz, az nem olyan rossz. Azt elviseljük. No, akkor szemezgessünk. Innen ki fogunk rugdosni ilyen csúzli katonákat, mert lesznek jobbak. Ugye tier 4-ig tudok fölvenni. Embereket. Fú, te jó ég. Azt a mindenit. Ezek, ez például jöhet. Lovasokat mind hozzuk. A tier 5-ös az nem annyira. Azzal nem tudunk mit kezdeni. De itt van egy... Flexman, ez is biztos, hogy kell. Itt is van egy Spearman, ez is kell. Azt mondja, hogy 5-ös, 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 3-as, itt egy 4-es. Ez is jöhet. Ez 5-ös, ez is 4-es, ez is jöhet. Jó, az vissza tudjuk pótolni szépen a sereget. Ez is 4-es, egy csomó 4-es. Ezt mind fölvesszük. 1, 2, 3, 4. Vagy hát a fogjaink közé tesszük, és akkor ebből fogjuk majd pótolni a seregeinket. Ez is egy 4-es, oké. Okay. Itt is van egy veterán archer. Na most akkor elkezdjük ritkítani őket. Itt biztos vannak ilyen csúzlik. Azt mondja, ilyen 1-eseket, meg ilyeneket kidobálunk. A Sturgey recruit mehet a retekbe. Ez a recruit is mehet a retekbe, az 2. Jó, nagyon recruitunk már nincs. Úgyhogy a tier 1-esek lesznek a következő kidobandók. Tier 1-esünk sincs sok. Szírédereket akkor kidobáljuk. 9 szíréderen van, na mindegy. Nézzük meg akkor mik vannak. Még... Azt a mindenit. Ez mit tud ez a triarri? 17 darab van. Na mindegy. Akkor a szírédereik is vannak a lecsóba. Így, né? Van most helyünk... 11. Hát akkor ezeket elkezdjük fölvenni. Ez egy jó katonának tűnik. Azt a mindenit. Jó, hát így azért jó lesz, így visszapótoltuk elég jól a sereget. Imperial Crossbow. Ja, ezekkel nem tudom mit kezdeni, sajnos. Ezt a veterán archert, ezt viszont el kéne hoznunk. Na, itt vannak ilyen ketteseink. A spearmeneket fogjuk kidobni, szerintem, igen. Ezt a két spearment kidobjuk, elhozzuk ezt a veterán csókát, és akkor még egy is van. Da-da-da-da.
Még triárit tudunk hozni. Ő mondjuk csak karddal, vagy ilyen szúronyos cucc. Ez nem rossz egyébként. Nem rossz, nem rossz. Na mik vannak még? Hadd nézzem itt. Sturgey Brigand. Ilyen brigantik. Hát ezeket is szerintem kidobhatom nyugodt szívvel. Ehelyett sokkal jobb a triári. Mindenképpen. Ó, ezt a Warriort is. Igaz, hogy most beállna a csapatba, de hát őtől is elköszönünk szerintem, igen. Szia! Jön a haverod, és akkor itt van még Sirader Warrior. Ő. Ez ilyen dobálózós fajta. Milyen hármasaink vannak még? Ő van hármas. Itt van még egy milícia Archer, de mondjuk azok az íjászokat, azokat megtartanám azért. Az kell. Azt nem akarom kidobni. Sea Raider Warrior. Jó, kettőt kiveszek, akkor még elvileg egy csatlakozni akar. Akkor jött a Triari, oké. Na most van-e itt íjász? Még az a kérdés. Itt vannak, de őt nem tudom elvinni magammal. Ezek meg ilyen gagyik. Ja. Hát ez ennyi van, prisoner. De hát nagyon durván visszapótoltuk a sereget komoly egységekkel pótoltuk vissza. Viszont, várjátok csak itt, mi ez az Expert Oathkeeper? Ez mi ez? Hát ez biztos tud valamit, jó, nem piszkáljuk. Van-e itt valami nagyon csúzli egység? Vlandiai recruit, őket nem dobáljuk ki, mert vlandiaiak azok vlandiaiak, tehát elsőbséget érveznek. Jó, azért fejlődött a csapat is. Lovasságunk is akad. Jó, így fogunk menni. Ezzel megyünk, ezzel a csapattal. Ez nagyon durva, ezek a triáriból 17-et sikerült venni, ez nagyon jó közelharcosnak tűnik. Nekem. Ja, jó lesz ez, jó lesz ez. Melleve valandiai zászlóval vonul, úgyhogy király. Jó, így maradunk. Kimaxoltuk a prisonereket. Nagyszerű. Ú, itt vannak azért lootok is szépen. Hogyha értéket nézzük, akkor itt vannak azért estek jó dolgok. Úgyhogy ezt majd átnézzük. Pénzt azt mondja, nem kaptam, hogy ez nagy csata volt. Nagy csata volt. Nem tudom, hogy mint van a pénzünk. Vagy az a végső statisztika hogy alakult. Majd visszanézem lehet, de ott elég sok volt a veszteség. Te mi vagy ott? Mi az ott? Mi az Northern Empire? Nem Northern Empire-t nyomtam le. Szerintem nem. Ez Sturgey volt. Az utolsó Sturgey csapat. Azt mondja, hogy nézzük meg a produktokat. Most már biztos fogy a izénk. Hát itt még drága minden bizony. Mi történt? Dan. Volt szint lépésem, vagy valami? Hát igen, egy. Itt a csánban van valami. Az olyan 20% esély a kritikális failnak, tehát a kritikális, kritikus sikertelenségnek, vagy nem tudom minek az elkerülésére. Vagy pedig 10%-kal nagyobb esély hát arra gondolom az meg a kritikus sikerre. Legyen inkább a sikerre az esély. Nagyobb. Ja. Egész jó a charmom egyébként, azt szépen felhúztam. Egész jó. Ilyen pontokat nem tudok elosztani. A srácokat majd átnézegetjük, most az, ha nem időznék. Leave. Ezek a mieink, ezek a cuccok, de én ide belovagolok. Itt is megnézzük, hogy nincsenek-e kóbor Sturgeyak. Már most már elég jó. Szerintem Sturgeyának most aztán már így most már lepangott szerintem. Elég jól. 22. Szerintem most csaptam nagyon az utolsó egységét. Kivel vagyunk mi háborúban egyébként? Politika. Hol van ez? Hollandia. Nem tudom, ezt hol kell megnézni, enemy. Pedig ezt itt kéne valahol. Szóval Sturgeon, Atvar.
Ja, igen, értem. Csak Törzsjával vagyunk háborúban. Akkor biztos, hogy nem Northern Empire-t kaptam, mert ilyen zászló volt, ja. Jó, szuper. Ide belovagolunk erre a zónára, azig meggyógyulnak az egységeink. És akkor innen elmegyünk Epic Rotea fele, az most már úgyis irányba lesz. Az a következő, óvvár, opp, ott egy Luthers, ott is egy Luthers. Mi Luther van itt? Mi? Ott egy tízes, az is most indult útjára. A tízes bekerítjük. A banditát. Oda küldjük az egységeinket, hopp, elkaptuk. Azt mondja, hogy meghalsz. Nem fejlesztettem föl őket, úgy nagyobb esélyük lett volna, hogy jól szereplünk. Mindegy. Hát tizen vannak, azért én bemegyek, mert nem akarok veszteségeket, ezt megoldjuk okosba. Csomóan gyógyulnak most még. Oké. Okay. Warriors! Shield wall! És akkor egy kicsit visszavonulunk inkább velük. Warriors! Move! Így. Ide jövünk, és akkor az íjászoknak hagyunk helyet, hogy leíjazzák őket. Horse Archers! Horse Archers! Nem is, Riders! Riders! Charge! Hol vannak Nushiek? Nushi! Nushi! Nushi lett az everyone, ja, nem tudom Nushiek hol vannak. Charge! Mindenkit keressük meg, ezeket a brigantikat. Ja, hát Nushi hangja volt. Valahol kiabál. Nem tudom hol jön. Ilyenkor így átállítodik a... Ha nem állítom be az elején valamiért. Illetve nem, a besorolásukat kell megnéznem a partiba. Mert valószínűleg bekerültek valami más grupba. Hú, micsoda bajom van itt. Hoppa, tarkóst megkapta. Még mielőtt kilépett volna. Hú, itt eléggé ilyen érdekes zóna van. Na, nem volt elmenekülő, viszont kettő foglyot ejtettünk. Kis Renov pontot is kaptunk. 146 goldot, két looter, az nem érdekel minket. Done. A vicik vackokat visszük csak el, így. Jó. Oké. Okay. Ide benézünk. Mit termeltek ti? Fúr. Akkor lehet, hogy lesz izé. Valami állat? Olcsón? Nem tudom. Nem. Semmi nem olcsó itt, jó. Oké, okay, megyünk is innen. Done. És live. Hof kastélya van erre fele. Ide még belovagolunk. Az erdőben nincs valami kósza izé, nem látok. Mennyi? Há, 232. Megint nem megy jól a biznisz, azt kell mondjam. Nagyon nem megy jól a biznisz. Egyik biznisz sem megy jól. Azt kell mondjam, hogy a hínye. Nem lett egy bejövős üzletem egyik se. Na mindegy. Landiai infantriból legyen a Swordsman van, vagy a Light Cavalry. Mit akarunk mi velük csinálni? Lovasságot? Lovasságot akarunk-e csinálni belőlük, vagy gyalogságot? Landian Knight, Landian Cavalry. Hát szerintem lehet, hogy azokat akarjuk belőlük. Ezekből lehet, hogy azt csinálom, ja. Oké, legyetek lovasok. Egy és még egy, mert lovunk az most van. Oké. Akkor itt van egy... Nem tudom, ez mit csinál, ez is van lovas. Jó, legyél az. Egy Sturgiai cucc volt. Recruitból legyen íjász. Footman van, meg a Crossbowman. Legyen az. De mennyi ijászkodni? Sea Raiderből Sturgeon Soldier, vagy Sea Raider Warrior legyen. Hát inkább alakuljon át Sturgeon Soldierbe. Nem tud? Nem tud. Hát ez csak a Warriornak tud. Hát akkor mindegy, nem is tudom miért rakta oda. Na mindegy.
Hát ebből lehet egy ilyen. Vlandiai crossbowmanből lehet. Vlandiai hardened crossbowman, az jó lesz. Hagyjuk itt a nagy lóvékat, de viszont fejlődünk veszettül. Sturgy Archer. Ebből pedig Vlandiai crossbowman, az is jó. Yes, oké. Okay. És hogy állunk a csapattal? Azt mondja, hogy 85, akkor az 93-on vagyunk, ugye? Akkor még lehet 7, meg egy 14 katonát fölvehetek. 14 katona. Te jöhetsz. 1. 2. 3. 4. Egy lovas is. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nagyon jó. Majd talán elkezdenek beállni a triarrik is, az is jó lesz. Most azért jók vagyunk. 95. Akkor 103-on vagyunk, az kemény, az úgy jó. 103-on vagyunk, hogyha meggyógyulnak a népek. Done. Jó, oké. Okay. Akkor itt van ugye Omor. Omor az izé. Benézzünk Omorba. Nincs valami lovagi torna itt zárásként. Nincs. Mondjuk meg tudjuk. Jó, de van. Menjünk egyet, tornászunk. Régen tornáztunk. Legyen egy lovagi tornaja epizód végén. Ezeket én nem is vizsgálom. Itt van egy jó kis kard, ami egykezes. Lehet, hogy jó lesz, meglátjuk. Igen, egy Vandiai Recruit a csapattársa, egy Mercenary Guard. Azt nézem, hogy vannak-e új egységek. Hologinnel harcolok egyébként. Mondjuk a csapatom nagy része itt van. Nushi, Blag. Blag ő velem van? Nem, ő más. Hol vannak a többiek? Ja, itt van I am. És hol van a... Hol van a másik... Nushinak a nemzeti társa. Nem indult el a csatába. Most nem is tudom, mi a neve neki. Na jó, oké, mindegy, hadd szóljon. Fogadjunk, fogadjunk. Action skip round. Bet. Mennyit kapunk? Hát... Hát jó, fogadjunk. Igazából ebben már nincs pénz, inkább csak a cuccér meg a Renov pontér. Mondjuk ez már inkább kockázatos, pedig vagyok én ez a kis baltás jóska. Jó van. Mögém került a lovas, vigyáznom kell. Jó, hopp. Jó, fogom, tankolom őket, csak intézd. Hey, srácok, azért ez így nem lesz szám annyira királyság, hogy hárman ütnek, gyertek! Ez így elég kemény lesz. Futnom kéne. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Nincs valami halott, akinek van pajzsa. Látszunk itt valami halottat? Nem nagyon, itt ennek vanni. Azt a mindenit a torkon, szurás! Jó, ez meghalt, ezt a pajzsot én ezt equippelem. Így most már jobb a helyzet. Na gyere! Az érdekes volt, azért hárommal ott harcoltam, ezek meg egyet üldöztek egy csomóan. Megdöglött, jó van. Hát ezt lehoztuk, srácok, azért mondjuk hálát zenghettek nekem. Elvontam azt a hármat, amíg valakit megöltek. Na mindegy. Nem adtam volna sok dénárt azért, hogy túlélem. Mi ez a hülye balta? Ezt a lovast kéne leszedni. És én is maradok itt, nem rohanok rá azért a csapatra. Á, gyere ide! Ha,
Ez az. Egy. Na most ezt eltaláltam. Ez is eldőlt, jó. Még ott van egy, ott be van bugolva. Mi van még itt? Harcolna? Jó. Ezt is levágtuk. És még ott van. Azt hiszem most győztünk, jó van. Hát szóljon. Mennyit adnak érte? 165-t. 10 izét. Ilyenért már nem érdemes fölraknom. 10 dinárért. Nem is rakok föl annyit, mert tökre fölösleges. Csak a veszteség lehetősége van benne. Join. Mi az egy? Az egybe van. Az jó. Na gyere! Még egyet. Úgy, 60-ni. Egy 60-as. Itt a másik 60-as. Az 45-es, de jó volt neki. Oké, ez eddig sima volt. Ez döntő volt? Nem, most jutom be döntőbe. Skip around. Lehet, hogy I am jut be. Nem, a Mercenary Guard. Az mit tud? Nem tudjuk itt most megnézni a Mercenary Guardot, de meg tudjuk nézni. Mercenary Guard. Hát ezt nem kell, hogy lenyomjon, de hát majd meglátjuk. Join! Haha! Ott a nyakadra egy. Azt a... Még egy a nyakadra. Ez egész jó strapabíró jószág. Ó, hányat bírsz ki? Nézzünk egy... Hopp! Hopp, egy lepke is van. Na, a fejest azt azért nem bírta, 78-at lesújtottam rá. Na jó, megvan a Renov pont, meg ez a kardocska is megvan. 3 darab pontocskát kaptunk, meg egy kardot, meg némi pénzt nyertünk. Leave. Na jó, már régen voltunk ilyen lovagi tornán, kell ez is. Oké, és akkor hát még egyet trédelünk, megnézzük, hogy mik vannak. Itt omorban. Mit tudunk eladni? Miket lehetne eladni? Nem tudom, a fegyverekkel eladó... Lassan ezekkel is kéne majd kezdenünk, hogy... Mit tudom én... Kovácsolással így beolvasgatni, meg ilyesmit. Ezt most átnézegetni. Fú, mennyi pajzsot zsákmányoltunk. Azt át kell néznem, hogy... Kinek milyen van? Hát ezt megnézegetjük. Megnézegetjük, hogy nekem például nincsen pajzsom. Értékben melyik a legerősebb? Van egy dobóizénk, egy longbowunk, meg van egy erős pajzsunk. Ez a pajzs, ez, ebből 2 van. Ez 290-es. Ami hát a, ez most a legerősebbnek tűnik. Itt van egy 315-ös is, 82-es speeddel. Érdekes. Mi a baja ennek? V.ir 1, ez meg V.ir 3. Hát biztos ez a jobb. Akkor ezt megtartjuk, ezt a két pajzsot, az egyik az enyém lesz, hogyha... Mindig elfejtem egyébként, simán, amikor megyünk egy hideoutba, akkor át kéne raknom magamat pajzsra, kardra, és akkor meg is tudnék küzdeni akár a vezérrel is. Van egy tök jó mód egyébként, azt is unolán láttam, hogy ha megküzdünk a rablótanyának a vezérével és győzünk, akkor kapunk egy tök jó lootot. Az tök jó mód, azt majd meg kell keresnem, azt ezt tetszett. Akkor van értelme oda bemenni és akkor ott harcolni. Nem csak a tapasztalati pont, mondjuk a extra dolgok azért vannak bőven, tehát az a nincsen baj. Ez is 3-as szintű fegyver. Van, aki pajzsos például. Ő neki pajzsa van. Ilyen pajzsa van pont. Aha, jó. Neki nincs pajzsa, akkor egy... Hát neki nem is kell igazából. Neki is ilyen pajzsa. Mindenkinek ilyen pajzsa van, ennek örülök. Gerald. Na, Kusrut kerestem, ő nem volt benne az előző csatában. Lehet, hogy elküldtem valóban harcolni, álltám. Tudom, itthon vannak-e. Hologinnek sincs pajzsa, de neki nem is kell. Jó, ezt a kettőt el... Ezt megtartjuk, de igazából nem is kell a kettő, mert ha jól nézem, akkor csak nekem kell, mindegy, megtartjuk, mert az egyik csatlósomnak majd kelleni fog. Van pénz ennek a falunak, vagy városnak van? Jó, akkor ezeket mind eladom én szerintem. Itt van egy 320-as, hoppá, 320-as,
Weapon Tier 4, de miért? Miért olcsóbb ez? Nem értem. 4,7-es súlya van. Ja, ez nehezebb sokkal. Aha. Viszont jobb az izé, a tartósága. Jó, ebből egyet megtartok magamnak, hogyha mégis lehet, hogy ezzel fogok menni, nem tudom. Ez még nehezebb. De ez nehéz, ez nem jó. Ez meg gyengébb, jó. Ezeket még nem tudom, mi lesz a sorsú. 250-es, ez gyenge V-pontíres. Jó, ezekkel már nem fogok foglalkozni azokkal. Ezeket eladjuk mind. Pajzsokat. Kell a pénz. Meg a hely. Főleg. Jó, íjakat majd megnézzük. Ezt is eladjuk. Ezek már csak rosszabbak, úgyhogy ezek nem kellenek nekünk. Ilyen fapajzsok, meg ilyen hülyeségek. Ez a sima mezei így sem kell nekem. Na, itt van egy longbowunk. Valaki longbowzik egyébként. I am-nek van egy Cracked Nordic Shortbow-ja. Valaki még íjászkodik? Ja, ő Cheddar, Cheral, vagy mi ez? Cherald. Mhm. Itt van egy Hunting Bow. Mount Hunting Bow. Ez ugyanaz szerintem, mint ez. Detto. 286. Ja, igen, ebből van még együnk is. Azt meg is tarthatjuk. Ezt is megtartjuk. Oké, ezt a Barben Arrow-t ezt megtartjuk. Ez 2 és 100. Melyik jobb? Tök ugyanaz. Abból is van 7, meg abból is van 7. Akkor ezen kívül semmi nem kell igazából. 67, 82, 46. Ez ugyanaz. Sprinted. Ja, de ehhez meg lehet, hogy az illik jobban. Jó, ezt megtartjuk meg, ezt a pici íjat. Ez a Cracked Longbow. Ez jóval olcsó, én ezt eladom, ezzel nem foglalkozok. Cracked Huntingot is eladom, ezzel se foglalkozok. Ja. És megnézzük, hogy ki íjászkodik még esetleg, akinek nincsen jobb íja, de ennek is ez a jobb fajta íja van. Halogennek is. Őnek kimondottan jó van, mert ő én vagyok. Nushi az dobálózik. Na, Javelinnel dobálózik. Várjál csak, ez Trovne. Melyik jobb? Mert ő szeret dobálózni. Azt mondja, ez nem hasonlítja össze, de miért nem hasonlítja össze? Nem mindegy, hogy mivel dobálózik? Weapon Tier 2. Na, akkor nézzük így. Ez 65-ös hossz, 60-as Pierce Damage. De ő lovas, úgyhogy figyelni kell arra, hogy ez tényleg lova jobb. Azt mondja, hogy 70-es damage van. És akkor ez hány darab? Stack Wound 3, Stack Wound 4. Jó, egyelőre nem cseréljük. Nézzük, valakinek van-e még ilyen dobálózósa. Ez majdnem ugyanaz. Simple Javelin, igen. Oké. Okay. Viszont Kush, nem, ő nem gyalogos. Oké. Okay. Jó. Neki van egy nagy baltája, és sétálgat itt a csatatéren. Önök is baltája van, Halogennek is. Jó. Hát igazából akkor nem tudom, annyira ez a balta téma nem bejövős egyiknek sem, mert ez is lovon van, ott lehet, hogy jobb, hogy 4 van belőle. Figyelj, én akkor ezt eladom. Ez is pénz, oké. Így. 2 pici íj és 1 nagy íjunk van. Ez így teljesen korrekt, ezt a részt kiveséztük. Oké, nézzük meg a kardokat és egyebeket. Ha már így itt tartunk. Ezt is rakjuk sorrendbe, igen. Van itt egy nagyon jó kis kard. Nekem mondjuk nincs kardom. A legjobb kardot kéne megtartanom magamnak. Hossza 113-as. Az a leghosszabb, ahogy nézem. 75-ös, 116-os. Ez még hosszabb kard. Rusty Fine Steel. Azon 72-es kátja van. Ennek 76-os kátja van. Sphinx Sped 86. Sphinx 84 lassabb, Trust Speed 80, Trust Speed 90. Ez mindenben a legjobb. Ez az én kardom akkor ezek szerint, igen. Vagy hát ezt fogom használni. A Sparta,
A Sparta, nem tudom, a többiek azok hogyan vannak ezekkel a kartémákkal? Például itt van a Sparta. Ennek nem jobb a kártya, mint ami neki van. Neki egy ilyen, aha. Hát ez egy jó kart. Szerintem ő használja az én kardomat. Ez még lehet, hogy ennél is jobb. Nem? Nem jobb. Csak hosszabb. Jó. Akkor ezt a kardot félreteszem magam, a Sparta az nem jó Nushinak. Ő meg alapból baltás fickó. Van itt egy balta egyébként. 100, de ő neki a kettőkezes az, ami fekszik. Egy ilyen megtartunk mindenképpen. Jó, de ezeket a drága kardokat én akkor eladom, hogyha senkinek nem kell. Ő neki van egy kardja, egy egykezese Kusrunak. Esetleg ezt tudnánk lecserélni valami cuccra. A Sparta az nem jobb. Nem jobb a card damage-e. Meg a pierce damage-e se jobb. Meg ki tudja, mert még lassabb is. Itt is az a jobb. A speedje egyedül egy kicsit lassabb. Thrust speed. Jó, hát szerintem nem tudom, mert ez a... Ez mit ér ez a kard? Erről ír valamit így, hogy board, valami. Ha ide teszem. Hova sorolta be ezt a board? Cuccot. Ó, oda. Ja, ez egy jó cucc egyébként. Az elején van valahol. Ja, ide. Az enyém alá rögtön. Jó, hát ez egyértelmű, ez is jobb. Oké, neki megint ez van. Halujinnek. Megint, ő is baltás? Ez is ilyen kétkezes baltás ember. Nem. Simple. Spartaxe, ez egy kétkezes axe. Hát ő is axe, és akkor ezek szerint jó. Nézzük már meg. Ha engedi, ilyenkor nem engedi sajnos. Jó. Viszont én ezeket eladom. Ezeket a jó kardokat, amik ilyen drágák, mert nekem nem kellenek, és csak nem fogok itt tárolni ilyen drága eszközöket. Oké. Hát az olcsó fegyvereket meg aztán biztosan eladjuk. Most nem fogok tartalékolni ilyeneket, ja. Itt vannak a szuronyok, de ezek se valami nagyon erős szuronyok. Úgyhogy szerintem ezektől is megvállunk. Azt nézzük esetleg, hogy van-e izéje, swingje, mert akkor esetleg megtarthatjuk, de nem látok olyat, ami swinges lenne. Hú, ebből mennyi van. Ezt is eladjuk, ez sem swingje, bár ennek van kártya. Ja, de van swingje, ennek van swingje. Ez az, amelyik viszonylag gyors. Egyet eladunk, egyet megtartunk, jó. Ez is kard, ebből is van egy csomó. Ezt is eladjuk. Ezt is. A bunkót, azt lehet, hogy megtartjuk ezt a blantot, mert majd a következő emberünknek is kell valami fegyver, hogyha bent van a faluba. És ott a jó jöhet. Oké, oké. Most mindent eladunk. Letisztázzuk egy kicsit az izét, aztán majd gyűjtünk még fegyvereket. Oké, ez így szerintem korrekt. Így nincs sok öncünk. És akkor itt vannak még a ruhák. A ruhákból kell egy szett a leendő emberünknek. Egy elég, úgyhogy ebből eladjuk ezt. Ez is érték sorrendben van, ezeket megtartjuk így. Ez egy komplett szett szerintem, ez így tök jó. Ez majdnem nem kell. 17-es. Szerintem ez nem kell. A csizmék se kellenek, abból is van bőven majd utánpótlás. Jó, ilyen izé az lehet, hogy kell. Ilyen egyszerű ruha. Meg volt itt ilyen süveg. Az a süveg, azt meg szoktuk tartogatni. Amiben tud lenni a faluba. Furkap 10-es. Hogy van, nincs meg az izé? Ez hanyas, 10-es ez is. Ez? 12-es, na az úszósapka, ez az. Jó, egy úszósapkát megtartunk. Meg egy ilyen gagyi csizmit. 11-es, ez az. Na ezt meg eladtam valami jobbat, gondolom. Jó, nem, ezeket nem tartjuk meg, majd szerzünk. Ezt esetleg megnézzük, hogy föl tudja venni a városba, sétához. Meg jó, ezt esetleg így, oké. Okay. Ez mi? Ez egy válvédőszerűség, vagy köppeny.
Ez is egy ilyen furcsa csizmi, ebből egyet megtartunk. Military tunic. Ezt azért, hogy városi használatra esetleg ezt kidobjuk. Egy ilyet megtartunk, lehet ez is városi használatra jó lesz. Kesztyű, hát... Ez is ilyen kis egyszerű kesztyű, de városba lehet, hogy kell. 833, 12-2-2, meg egy sapka. Ez válvért. Jó, ezeket még így félrerakom azért. Ilyen B-tervnek. Ezt nem. Jó, innentől kezdve nem rakunk semmit se fél, ezeket mind eladjuk. Ezek már gagyi holdmik. Opp, ott volt a süveg. Na mindegy. Majd szerzünk. Lehet, hogy az volt a 12-es süvegem. De mindjárt megnézzük, mert lehet, hogy ezt visszavásárolom. Ezeket eladjuk. Hopp, 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 hopp. Így. Lehet, hogy eladtam. Na mindegy, nem baj. Itt nincs olyan, ami nagyon nagy veszteség lenne. Ezekből az eladásokból. Igazából. Oké, így. Ezek be vannak pöttyözve, és megnézzük azt a süveget. Ez az. 13-as süveg. Ja. 8-16. 8-16. De 400-ot elkérnek ezért a süvegért. Bakker. De ez volt az pedig. Mik annyit is ér. 12-es süvegé. Hogyan van a ottani? 10-es süveg. 12-es süveg. Sokaknak van ilyen 12-es süvegje. Ja, ez az. Aha, de milyen drága itt. És ez volt az? Nincsen még itt alul. Alul süveg. Itt van, ez az. Ez volt az. Ja, ezt eladjuk. És ebből veszek vissza inkább kettőt, így. És azt a két süveget megtartjuk. Ja, így, oké. Okay. Nagyszerű. Na, így korrekt, így most kevesebb a ruhánk. 15 ezer, még van egy kicsi pénzük. Jó, kifosztom ezeket a szerencsétleneket. Ezeket a lószerszámokat még megtartjuk. Nem tudom, hogy vannak 15, 14, 14, 14. Jó, ezeket megtartjuk, a lovakat szintén. Egy batané pónink is van. Azt is megtartjuk, nem adjuk el. És akkor végén már csak a kajáink vannak. Illetve még ilyen dolgaink vannak, hogy hardwood. Itt 30-ért el lehet adni a hardwoodot, a flaxot is. Mindegy, ezeket bejelölgetjük. Vannak ilyen állataink is, te jó ég. Van egy sheepünk, egy három hogunk, ezt gondolom úgy szereztük őket. Meg egy tehenünk is van. Hát ezeket majd levágjuk, ezt jól megesszük, az lesz, ja. Dán! Rengeteg pénzünk lett, 26k pénzünk lett. Ez tök jó. Sok vacakból, amit eladtunk. Jó, akkor a következő részben már nem kell sokat mennünk Epic Rotea irányába. Oda fogunk el masírozni. Itt van Epic Rotea. Elvileg ott van a healerünk, talán akit fel akarunk venni, és azt a csapatba beszervezzük jól. És akkor lesz egy healerünk is. Nem tudom, hát, ha be lehet, nem tudom. Mindjárt nézzük, hogy újabb ember, azóta nem hiszem, mert nem történt különösebb semmi. Klán. Igen, egyet föl tudunk venni még, oké. Okay. Igen, mert léptünk nemrég a hármas szintre, és akkor kaptunk egy lehetőséget. Igen, a healert azt föl fogom venni, és akkor teljes lesz a csapat. És akkor még egyszer átnézzük majd, hogy kinek milyen fegyverek fekszenek. De úgy néz ki, hogy ezek mind itt vannak most. Nem hiszem, hogy valaki külön küldetésen van. De reméljük, hogy mindenki az én oldalamon harcol. Illetve, amit még meg kell néznünk, de ez lehet, hogy az a következő belépéskor is majd frissül. Hogy ő az egyes csapatban van. És az ötös csapatra raktam én, ha minden igaz. Mindjárt meg is nézzük. Itt vannak a gruppok. Group 5. Ja, az be is veszi. Na mindegy, berakjuk az ötös csoportba őt. Ajámot is. Kusrüt. Maximum azzal hivatkozok majd rájuk. De elvileg erre raktam be a... azt a bizonyos parancsot. Amit most nem mondok ki, mert akkor megint beveszi a program. Ó, én be is vettem, vagy nem tudom, mi történt. Ötös, 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 ötös. Jó. Ez így korrekt. Jó. Nagyszerű. Akkor ezt is lenyugtázzuk. Le is mentem így.
Biztosan, biztos. Hát ez most elmenti megint így frissítésig. Na de, én köszönöm nektek a figyelmet, a következő részben jönjünk Epikrotea fele. Remélem tetszett az epizód, ha tetszett, akkor mindenképp lájkoljátok, abból tudni fogom, hogy vártátok ezt az epizódot, illetve nézzétek a Facebookot, Instát, videó alatt minden linket megtaláltok, ott mindenképpen írni fogom, hogyha érkeznek a következő epizódok, vagy bármilyen esemény a csatornára. Köszönöm a figyelmet még egyszer, sziasztok!